Köszöntöm a kedves nézőket. A mai napi üzenet igéje János Evangélium a 12. fejezet 23. 24. verse, kivonatosan így hangzik. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Uram, Jézust szeretnénk látni. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Böjt első hetében vagyunk. Ilyenkor Jézus szenvedés történetei kerülnek majd előtérbe. Most a földbe húlt búzaszem titkáról gondolkodjunk együtt. Eljött az óra, mondja Jézus, hogy megdicsőítessék az emberfia. Eljött az idők teljessége. A világ elérkezett csúcsához. Isten elkészítette a népét és a világot a mesiás fogadására. Benne beteltek az ígéretek. Mi emberek olyan nehezen érezzük át a történelmi pillanatot. Jézus akkor mondja, hogy eljött az óra, amikor a görögök keresik őt. Látni akarjuk Jézust, azaz meg akarjuk ismerni őt. Magamnak kell, magamat kell adni ennek a világnak, és ezért a világért. És János evangélista ez alatt a keresztet érti. Jézusnak a keresztre kell mennie, mert csak ott válik láthatóvá az ő titka majd. Egy gyönyörű hasonlattal teszi érthetővé Jézus ezt a titkot. A búza szemben élet van, de hogy életet adjon, meg kell halnia. Amikor a búzaszem bekerül a földbe, nem csak meghal, hanem megsokszorozza magát. De a búzaszemnek megsokszorozza magát is, az emberek életében kell megjelennie majd. Bennem nem csak élet van, hanem meg tudom nyitni az életet, amely által megsokszorozódva jelenhetek meg ez a titok, amit Jézus ismer. Életét áthatja. Úgy dicsőül meg Jézus, hogy élete bennünk lesz, és ez elválaszthatatlan a kereszttől. Tehát Jézus küldetése a halálban végződik, de ez a halál valójában küldetésének beteljesedése, nem pedig kudarca, szinte élettörvényé teszi. Áldozat nélkül nincs termés. Jézus életének vezér gondolata mint egy zeneműben, az alapmotívum többször különböző variációkban csendül fel, aki meg akarja tartani az életét, elveszti. Aki megtagadja önmagát, megtalálja az életet. Jézus azt vallotta magáról és az emberi életről, hogy vetőmag. Vannak, akik nem találják az életük értelmét, vannak, akiknek életük alapelve jól élni, minél kevesebb fáradtsággal, minél nagyobb eredményt elérni, és vannak, akik másokért akarnak élni. Ha kihúzzuk a földből a kisarjat búzát, a gyökerén ott találjuk az elvetett mag, üres burkát, üres élet, mert felszívódott a belőle kisarjat életbe. Jézus szerint az a küldetésünk, hogy életünket adva adjunk életet. Jézus a földbe esett gabonamag sorsát nem csak vallotta, hanem vállalta is. Ő is ember volt. A gabonamagnak mindegy, hogy magtárba kerül-e, vagy szántó földbe. A magban is benne van a nagy csoda, az élet, de nincs benne az élet csodája, az értelem. Az ember tudja, hogy él, ha nem is mindig tudja, hogy miért Jézus elkerülhette volna az áldozathozatalt, de ő az atya által elrendelt utat választotta. Nem a kijelölt útja megváltoztatását kéri, hanem azt, hogy Isten adjon neki erőt a rábízott szolgálat elvégzéséhez. A gabonok példázata mindannyiunknak szól. Volt, amikor a földműves sírva vitte a határba a vetőmagot, mert alig maradt kenyérre való. Mégis vitte, mert remélte, hogy örvendezve fog aratni. Jézus is előre látott. Nem csak azt látta, hogy az elvetett mag elhal, hanem majd kisarjadva sok gyümölcsöt terem. Nem csak az áldozatot látta, hanem az áldozat gyümölcsét is. Ezért Jézust nem elég látni. Még ismerni sem, hanem követni kell, hogy a mi életünk is gyümölcsöt teremjen.